Köszöntöm nézőnket, Molnár Párral, a városgondosság vezetőjével beszélgetünk, hiszen most még nagyon szép idő van november közepén, de azért a mezőőrség dolgozói nem pihennek, ilyenkor azért határban is akad munka rendesen. Mennyire tudnak odafigyelni a határ minden részére, hány mezőr dolgozik most? Jelen pillanatban 7 mezőrrel látjuk el a feladatokat, 36 ezer hektárt kell őrizni ezeknek a mezőröknek, és úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban egy nagyon pontos, precíz munkával és szervezéssel sikerült leszorítani a különféle határban történt, külterületen történt bűncselekményeket. Természetesen ez nem csak a mezőrségnek az érdeme, a rendőrség is nagyon-nagyon sokat fejlődött az elmúlt időszakban, valamint a lakosság, a gazdálkodók részéről is van egy igényesség, egy odafigyelés arra, hogyha olyan személyeket látnak a külterületen, akkor tudnak kihez fordulni, vagy a rendőrséghez, vagy pedig a mezőrséghez. És hát azt hiszem, hogy az is fontos, hogy itt azért állandó, viszonylag állandó a létszám is, tehát akiket a gazdák is megismernek, nem cserülnek havonta a mezőrök sem, tehát ez is egy fontos szempont lehet. Így van, tehát nagy munkatapasztalattal rendelkező mezőrünk vannak. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy nincs változás a létszámban, mert igenis van változás. Van, aki az élet más területén próbálja kamatoztatni az ismeretét és a tudását, és volt már olyan mezőr is, akinek mi nem voltunk meg elégedve a munkával. De az újonnan beállt mezőrnek is feladata, hogy a területén található gazdálkodókkal, tanyatulajdonosokkal vegye fel a kapcsolatot, jelentkezzen be náluk, és mindennapos kapcsolatot tartsák fent. Azt hiszem, hogy ez pont az, most még ugyan nem tudjuk mondani, hogy minuszok és tél van, de a téli minuszokban is a nagy hóban azért ők az egyetlen pont, akik a tanyai gazdákkal, akik kínlaknak külterületen tudják tartani a kapcsolatot. Ez így igaz, valamint ugye a tél folyamán is annak ellenére, hogy a növénytermesztési termékek betakarításra kerülnek, azért van mit védeni, vannak olyan külterületi épületek, amelyeket nem laknak állandó jelleggel, nehezen tudják megközelíteni a téli időszakba, de a mezőrünk akkor is figyelnek, nem beszélve arról, hogy komoly zárkerttel rendelkezik a város területe, amelyekre próbálunk egy picit jobban odafigyelni, bár ez igazából nem tartozik a mezőrség munkájába, de látva az, hogy elég komoly lakosság igény van rá, próbáljuk a zárt kerteket is minél többször ellenőrizni és megfigyelés alatt tartani. És hát itt a zárt kerteket azért lóháton könnyebb is megközelíteni. Úgy tudom, hogy most is vannak olyan mezőrök, akik lóháton is közlekednek. Természetesen két mezőr kollégának engedélyező van, hogy bizonyos feladatok ellátására a lovas szolgálatot is igénybe vehetik. Itt nagyon jó a lovas szolgálat egyébként, de azért hozzá kell tenni, hogy nem helyettesíti a motoros és a gépjárműves ellenőrzés, ugyanis egy lónak megvannak a korlátai, nagyon sok előnye is van, de a korlátai is, tehát azt a nagy területet, amely a mezőrség tagjaira vár, napi rendszerességre a bejárása csak bizonyos célfeladatoknál tudja megtenni lóval. Főként ezt, ahogy tetszett említeni, a téli időszakban. És a bizonyos célfeladatok közé tartozik télen a fa őrzése is, és a mintegy 100 hektárnyi önkormányzati tulajdonú erdőnek a megvédése. Már biztos, hogy erre megvan, hogy hogyan, nem nagyon szoktuk elárulni azért a trükköket, hogy hogyan is lehet megfigyelni a tolvajokat, de szerencsére én úgy emlékszem, hogy a rendőrségi hírekben nem nagyon szoktunk olvasni arról, hogy jelentős falopások lennének Karcagon. Természetesen ez egy plusz feladatot jelent a mezőrség számára. Önkormányzati erdő is több mint 100 hektár van, ezt is ugye meg kell őrizni a fatolvajoktól, valamint azért jelentős mennyiségű magántulajdonban és állami tulajdonban lévő erdőterület is van, közel 1000 hektárral rendelkezik, ami összességében a nagy külterülethez képest kicsi, tehát néhány százalékos erdősültséget jelent, azonban oda kell figyelni ezekre az erdőkre is. Az elmúlt években azonban van egy nagyon kedvező tendencia, tavaly évet is, hogyha kiemeljük, minimális volt a falopások száma külterületen. Több oka is van ennek, a mezőrség precizitása, odafigyelése, a rendőrség nagyobb odafigyelése, valamint a közmunkaprogramok, ahol is a közmunkaprogram során megkeresett bérekből több fát tudnak azok a lakosok vásárolni, akik fatüzelésű tűzhelyekkel rendelkeznek. Tehát egy több tényezős dolog, de szerencsére kedvező tendencia van ebben. És hát a terménylopásoknál is én úgy emlékszem, hogy nem nagyon volt. Hát a kunyhófeltöréseket azt azért néha lehet olvasni, de jelentős terménylopásra sem emlékszem. Ez is gondolom, hogy ennek az összehangolt munkának a következménye.
Természetesen, ahogy említettem, mind a gazdálkodók, mind a mezőrség, mind a rendőrség és a lakosság részéről is nagyobb odafigyelés van, valamint ugye nagyon értékes termékekről van szó, tehát az elmúlt 5-6 évben nagyon-nagyon sokat emelkedett a növénytermesztési termékeknek az ára, és a gazdálkodók is jobban odafigyelnek erre. Jelen pillanatban még területek vannak, amelyek kukoricával borítottak, de betakarítása folyamatos. A mezőrök természetesen azokon a területeken, ahol még álló növényi kultúra van, többször járőröznek, és nagyobb odafigyelés van ezekre a területekre. Reméljük, hogy a tolvajokat is sikerül visszaszorítani. Én azt kívánom, hogy sikerüljön megőrizni a termint a határban és az erdőket is, és a mezőröknek pedig sikeres munkát kívánunk. Ez így igaz, híre megy egyébként ez ennek mindig, hogyha a határban mezőrök járnak ki. Nyilván azok az elkövetők, akik felmérik a területeket, felmérik azt is, hogy milyen mozgás van a területen. Itt azért híre van ennek, hogy a mezőrség nagyon pontosan, nagyon precízen végzi a munkáját jó szervezéssel és jó mezőrökkel, valamint fejleszteni is tudtunk az elmúlt időszakban egy Lada Niva típusú, igaz használt, de jó állapotú gépkocsival, terepjáróval sikerült bővíteni a gépjármű parkot, amelyet éjszakai szolgálatoknál, figyelőszolgálatoknál tudnak majd hasznosítani a mezőreink. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen!